fájdalmas gazdasági megszorító intézkedéseket helyezett kilátásba tegnap Bajnai Gordon arra az esetre, ha az Együtt PM győz a jövő évi választáson. Bajnai Gordon ugyanezt ígérte 2009-ben is, mielőtt miniszterelnök lett. Akkor megnyírbálták a 13. havi juttatásokat, köztük a nyugdíjat is, csökkentették a gázár kompenzációt, és csak 2 évig járt a táppénz, a gyes és a gyed. A Fidesz szerint Bajnai Gordon fájdalmas intézkedéseivel a családok, a nyugdíjasok, valamint a bérből és fizetésből élők húznák a rövidebbet. Fájni fog? Fájni fog, ezt mondta szombaton Bajnai Gordon gazdasági programjáról, amit az Együtt PM választási szövetség tervez végrehajtani, ha győznek a jövő évi választáson. Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen. Bajnai Gordon szinte szó szerint ugyanezt mondta 2009-ben is, miután ő lett az MSZP és az SZDSZ miniszterelnök jelöltje. Most kimondom nyíltan a legelső pillanatban, e program végrehajtása fájni fog. Sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar családot, érinteni fog minden magyar embert. Miután Bajnai Gordon lett a miniszterelnök, megszüntették a 13. havi fizetést a közszférában. Nem fizették tovább a 13. havi nyugdíjat, csökkentették a gázár kompenzációt, a táppénz, a gyes és a gyet pedig legfeljebb 2 évig járt. Amikor Bajnai Gordon azt mondta, hogy fájni fog, az azt jelenti, hogy nem ígérünk tejjel mézzel folyó kánaánt egyik napról a másikra. Ezt már Szabó Tímea, az Együtt PM társelnöke mondta vasárnap. Az újságírók hiába faggatták, hogy milyen konkrét megszorításokat terveznek, ha kormányra kerülnek. Nem indokolta meg, hogy miért fog fájni a programjuk, és azt sem mondta, hogy melyik társadalmi rétegnek fog a leginkább fájni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Én nem hallottam olyan mondatrészt, hogy még akkor is, hogyha fájni fog. Gúr Nándortól, az MSZP alelnökétől is azt kérdezzük, konkrétan mire gondolhatott a velük szövetséges Együtt PM vezetője. De a politikus azt mondta, nem hallotta Bajnai Gordon mondatát.